A Vörösmarty Társaság egy évvel ezelőtt otthonteremtő szándékkal indította el a Vörösmarty Kuckó sorozatot. A találkozók célja, hogy lehetőséget biztosítsanak a 10 éves elsősorban középiskolás korosztály diák írói számára a bemutatkozásra. Nagyon örülünk neki, hogy létre jött ez a Diák Kuckó néven ismert kis csoport. Ők szívesen hallgatnak irodalmi alkotásokat, írnak verseket, és a mai napon ezt mi szeretnénk megünnepelni, ezt az évfordulót, jó hangulattal, egy kis zenével, amit majd ők szolgáltatnak. Mi pedig hát azért egy kicsit sütöttünk, egy kis sütemény, vagy lesz egy kis torta, és akkor remélem, hogy nagyon jól fogjuk érezni magunkat, olvassák föl tovább a verseiket, hozzáfűzik a véleményüket, és egy jó hangulatú megemlékezés lesz. A jövő bemutató program célja, hogy az ifjú költők, írók és irodalombarátok olyan közösséget alkossanak, akik a jövőben tovább viszik a veretes székesfehérvári irodalmi hagyományokat. Azt gondolom, hogy igen, és igazából várakozáson felüli abból a szempontból, hogy sem én, sem Éva, meg egyáltalán senki így a társaságon belül, meg akivel benne voltunk így a kezdeményezésben, nem gondolta, hogy semmit, hogy mennyi ideig fog ezt tartani, kitartanak-e a fiatalok, jönnek-e, hányan jönnek, és akkor ehhez képest most egy éve, hogy február végén tudtuk indítani ezt a Vörösmarty Kuckó foglalkozás sorozatot is. Azóta van egy ilyen mag, akik tulajdonképpen rendszeresen járnak. A havi rendszerességgel tervezett találkozók lehetőséget adnak arra, hogy a középiskolás korosztály friss szellemisége utat találjon a város kulturális életébe is. Már nagyon kicsikorom óta így, úgy szoktam mondani, hogy amióta tudok írni, azóta írok hasonló műveket és fantazmagóriákat, így aztán így igaz, néhány évnyi kiadjásra, de most így újra elkezdtem egy középiskolában, és alapvetően így ezért szeretném majd tovább tanulni. Tehát így a célom az például az LTBTK esztetikára majd bejutni, és így ezzel foglalkozni majd így felnőtt koromban is. A fiatal tehetségek már bemutatkozhattak a Várfolyóiratban is. A Vörösmarty Társaság szerkesztői a jövőben is várják az ifjú alkotók műveit.